Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Kedves nézőink, mai krónikánkban a következőkről számolunk be. Átvették megbízó leveleiket az országgyűlési képviselők. Az év rendőre lett a Sárvári Rendőrkapitányság vezető helyettese. Kulturális szemle zajlott a héten városunkban. Sárvári kisdiák sikere a megyei történelem versenyen. Végül két kiállítás megnyitóról láthatnak képes beszámolót. Magazin műsorunkban a kóborkutyákkal foglalkozunk. Tartsanak velünk! Május 10-én a megyeházán Szombathelyen vehették át megbízó leveleiket Vas megye országgyűlési képviselői. Megyénket összesen 10 képviselik a parlamenten a 2002-2006-os kormányzási ciklusban. Az ünnepélyes ceremónián Markó Péter köszöntötte a megjelenteket. A megyei közgyűlés elnöke értékelte a 2002-es országgyűlési választásokat és hangsúlyozta. Vas megyében a választási bizottságok mind a 367 szavazókörzetben a törvényi előírások betartásával jó színvonalon végezték munkájukat. Megyénkben nem merült föl olyan probléma, amely miatt az Országos Választási Bizottságnak kivizsgálást kellett volna kezdeményeznie. Sőt, az egyre durvábbá vált kampány idejében régiónkat a béke szigetének is lehetett volna nevezni, köszönhetően a pártok és jelöltek kulturált politikai magatartásának. Markó Péter megköszönte a szavazópolgárok aktivitását is, végezetül gratulált a frissen megválasztott országgyűlési képviselőknek, akik közül néhányan már többször is bizalmat kaptak a lakosságtól. A 4-es számú választókörzet polgárait a 2002-2006-os kormányzási ciklusban 3-an fogják képviselni. Külön kiemelendő, hogy Vas megye történetében először egy hölgy is bejutott a parlamentbe. Szeretnék mindenképpen továbbra is jól, kifejezetten a megyéért, a régióért működni, mivel 3-an is képviseljük a 4-es számú körzetet, úgy gondolom, hogy munkánknak sikere és eredménye is lesz. Mivel védőnő vagyok, elsősorban egészségügyi, szociális és gyermekvédelem területén szeretném kifejezetten a munkámat kifejteni, és remélem a többi képviselőtársaim ebben segítséget nyújtanak. Mivel az egészségügy és a szociális hálózat nagy támogatásra szorulna, úgy anyagilag, mint erkölcsileg egyaránt. Kovács Ferenc 2002-től már a második ciklusát töltheti a parlamentben. Az, hogy sikerült sok látványos fejlődést elérnünk az elmúlt 4 évben, azt hiszem ez hozzájárult ahhoz, hogy újra bizalmat szavazott meg a lakosságnak nagyon nagy többsége részemre. Nagyon megtiszteltetve érzem magam, és nagyon komoly felelőssége van ennek a dolognak. De itt el szeretném mondani, hogy természetesen azoknak is az érdekét fogom képviselni, akik másba gondolkodtak, más pártokba, más képviselőjelöltekbe. Gyakorlatilag én az egész térségnek vagyok az egyéni képviselőjelöltje. Ez igen nagy kihívás, igen nagy megtiszteltetés, és hát megpróbálok továbbra is úgy dolgozni, mint ahogy eddig. Szabó Lajos a megbízó levelét május 9-én az Országházban vehette át. Ő ugyanis az országos listáról került be a parlamentbe. Én első alapvető feladatnak azt tartom, hogy a parlamentbe bejutott Vas megyei országgyűlési képviselők együttműködése legyen zökkenőmentes, mert ez egy nagyon fontos dolog az érdekérvényesítő képességünk szempontjából. Nagyon sok feladat van, amit meg kell oldani. Én úgy biztos vagyok benne, hogy a szocialista párt azt, amit a programjában felvállalt, végre fogja hajtani. Ennek nagyon sok eleme érinti a Vas megyeieket. A képviselők a parlamenti munkájukat május 15-én kezdik el. Kovács József a Sárvári Rendőrkapitányság vezető helyettese lett az év rendőre vezetői kategóriában. A kitüntetést április 26-án a belügyminisztériumban vette át, és a miniszteri elismerés mellé az országos főkapitánytól egy különleges ajándékot is kapott. A Sárvári Rendőrkapitányság vezető helyettese Kovács József 1982-ben került a rendőrség állományába. A 20 év alatt különböző parancsnoki beosztásokban dolgozott. 1985-ben a közrendvédelem váltóparancsnoki beosztását látta el. 2 év után a közlekedési alosztály vezetőjének nevezték ki.
1991-től a bűnügyi osztályt igazgatta, majd 1999. decemberétől közrendvédelmi osztályvezető. A sávári kapitányság vezető helyettesi feladatait 11 éve látja el. Eddigi munkája elismeréseként értékes kitüntetést vehetett át. Ez a kitüntetés az év rendőre címet viselő kitüntetés, vezetői kategóriába kaptam. Ez év április 26-án a belügyminisztériumban a belügyminiszter úr adta át. A belügyminiszter által alapított kitüntetést 5 kategóriában adják ki. Közbiztonsági, bűnügyi, közlekedés rendészeti vezetői és a köztársasági őrezlet legjobb rendőre. Vas megyében én vagyok egyedüli, aki eddig ezt a címet elnyertem, de azt hiszem ez köszönhető, illetve az elismerés is, ez a cím az, hogy én megkaptam a Vas megyei rendőrkapitányságnak, illetve a sárvári kapitányságnak. Én pályafutásom során nagyon sok elismerést kaptam, jutalmat kaptam, de ez azt hiszem, hogy pályafutásom maximum a csúcsa, ilyet csak egyszer kap az ember, nagyon-nagyon meglepett. Nem számítottam rá, megmondom őszintén, hisz majd 40 ezer emberből, a több ezer vezetőből válasszák ki azt az egyet, aki minden évben az évrendőri címet elnyeri. A miniszteri díj átadását követő napon az országos rendőrfőkapitány egy különleges lovasszoborral ajándékozta meg Kovács Józsefet. A Szent György lovasszobrot ábrázolja, ez egy névre szóló és számmal nyilván tartott szobor, ezüstből van, nagyon szép. A rendőrkapitányság vezető helyettesének munkájához továbbra erőt, egészséget kívánunk, nem mindennapi kitüntetéséhez gratulálunk. Azok az egyéni vállalkozók, akik 2000. november 1-je előtt váltottak vállalkozói igazolványt, még 2002. június 30-áig érhetik igazolványuk lecserélését. Amennyiben a vállalkozói igazolványban szereplő adatokon nem kívánnak változtatni, az eljárás illeték és költségmentes. Június 30-a után azonban az új típusú igazolványért már fizetniük kell a határidőt be nem tartóknak, valamint a 2000 előtti igazolványok érvényüket vesztik, így a vállalkozók vállalkozói tevékenységüket sem folytathatják. A sárvári polgármesteri hivatal okmányirodájába ezügyben még több száz vállalkozót várnak. A tumultus elkerülése érdekében június 2. felétől az iroda dolgozói közül 3-an csak a vállalkozói igazolványok regisztrációjával és cseréjével fognak foglalkozni. A héten rendezték a városi és a város környéki kulturális szemle fordulóit Sárváron. A sort az Éneklő Ifjúság Kórus találkozó nyitotta meg május 6-án a Tinódi Gimnázium dísztermében. Május 8-án és 9-én az irodalmat és az énekzenét kedvelő általános iskolás tanulók népesítették be a Nádasdi vár termeit. A Kossuth Lajos Művelődési Központ és a Szilveszter János Könyvtár ugyanis ebben az évben is itt rendezte meg a szemle döntőjét. Szerda délután mese és vers, valamint prózamondásban, báb és színjátszásban mérhették össze tudásukat a diákok. Az irodalmi kategóriákban egyidejűleg 10 helyen zajlott a korcsoportok megmérettetése. Az idei sereg szemlére 15 iskolából érkeztek azok a tanulók, akik intézményük előválogatóin a legjobb teljesítményt nyújtották. A szigorú zsűri mindenütt kiemelkedő produkciókat értékelhetett. Sok tehetséges, jól felkészített fiatal teljesítményét ismerték el arany, ezüst és bronz minősítéssel. A szemle szervezői ezúton is köszönetet szeretnének mondani a felkészítő tanároknak áldozatos munkájukért, valamint a zsűritagoknak felelősségteljes közreműködésükért. Utóbbiak általános véleménye szerint az idén magasabb színvonal jellemezte a megmérettetést, mint az elmúlt években. Fokozottan érvényes ez az éneklő csoportok, kamarák, kettősök és énekszólók vetélkedésére. A zsűrik tagjai itt az évek óta tartó magas nívót emelték ki legfőbb pozitívunként, tudtuk meg Kondor Jánostól a szemle főszervezőjétől. Minden csoportot és együttest aranyminősítéssel jutalmaztak a szakemberek. Mindez a hozzáértők szerint a zenei tagozatokon folyó magas színvonalú munkának és a művészeti iskolák tevékenységének köszönhető. Május 5-én Markó Péter Vas megye közgyűlésének elnöke nyitotta meg Hans Joachim Kersten fotóművész tárlatát. A kiállítást május 26-áig tekintheti meg a közönség a Galéria Arcisban. A 81 éves német fotós 9. születésnapjára fényképező masinát kapott ajándékba. Ez az egyszerű gép alapozta meg a fényképészet iránti szeretetét.
a 20-as, 30-as évek fordulóján készített első felvételei ma már értékes dokumentumok. Ezeknél is jelentősebbek annak a sorozatnak a képei, melyeket a II. Világháború előtti erdélyi körutazása során készített falvakról, városokról, népviseletbe öltözött emberekről. Olyan világról, mely ebben a formában nem létezik többé, csak ezeken a képeken és néhány ember emlékezetében. A kiállítást a közönség figyelmébe ajánló Markó Péter gondolkodó elméket, filozófusokat, esszéistákat hívott segítségül Hans-Joachim Kersten tárlata kapcsán. Mint elmondta, kicsit irigykedve, de kíváncsisággal tekint az olyan nagy élettapasztalattal, világlátással rendelkező emberekre, mint amilyen a Várbeli galériában már másodszor kiállító művész. Neki megadatott az, hogy végig fényképezze a 20. századot. Magányos járókelő fényképezőgéppel felfegyverzett változataként járta be a világot, ahogy az amerikai esszéista Susan Sontag mondta, és olyan élményeket adott át az örökké valóságnak, melyeknek akkor és ott sokan lehettek részesei, csak éppen kevesen kaphatták lencse végre. Hans-Joachim Kersten tehát mindenképpen elismerést érdemel azért, hogy hosszú évtizedek óta fáradhatatlanul fotózza és mutatja meg nekünk a világot, benne magunkat és hazánkat úgy, ahogy azt egy német ember látja. Sárvári kisdiák sikere Szombathelyen a megyei történelem versenyen. Az április 25-én általános iskolások számára rendezett megmérettetésen az első, Drász Lajos, a Szent László Katolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulója lett. A Szent László Katolikus Általános Iskola 6. évfolyamán 46 diák tanult. Közülük 10 indultak az iskolai történelem versenyen, melyet március 14-én rendeztek. Ez volt az első fordulója a szaktárgyi megmérettetésnek. Ezt követte a területi elődöntő, majd a megyei döntő, ahova a legjobban teljesítő 14 diák jutott be Vas megyéből. A versenyzők között volt Drász Lajos is, aki a legjobbnak bizonyult történelem tudásával, és elhozta az első helyezettnek járó díjat. A megyei 2 forduló volt, először egy írásbeli, és utána egy szóbeli felmérés, és a szóbeliben 7 témakör közül lehetett választani. Én a Szent István Állam és Egyház szervező munkáját választottam. Az április 25-i megmérettetésen a témakör egyetemes történelemből a korai középkor volt a 13. századig. Magyar történelemből a honfoglalástól 1437-ig kellett számot adni a tudásanyagról. A tanárnő és tanítványa időben megkezdték a felkészülést. Tulajdonképpen már ősszel kezdődik ez a felkészülés, de igazából majd csak januártól, a második fél évtől kezdtünk rákészülni erre a versenyre olyan módon, hogy egy héten, egy délután, egy órát, amikor tanítványom is ráért, akkor foglalkoztunk egy kicsit a feladatokkal. Felkészítő tanára csak dicsérni tudta szorgalmas kisdiákja teljesítményét. Olyan diákkal állok szemben, aki nagyon jó képességekkel rendelkezik, ugyanakkor szorgalommal, és nagyon érdeklődik a tantárgy iránt. Ahogy nekem már mondta, kedvence, egyik kedvence a történelem. Tehát nagyon szívesen foglalkozik vele. Lajos arra a kérdésre, hogy miért szereti a sokak számára nehéz történelem tantárgyat, így válaszolt. Érdekes feladatok vannak benne, térkép, nagyon szeretem a térképet böngészni, a történetek, az emberek, sok embert ismerhetünk meg, és jól tanítja a tanárom. Sárvári emlékek címmel 2 éven belül másodszor nyílik kiállítás a Szilveszter János könyvtárban. A Polgár Zsolt gyűjteményéből összeállított tárlatot dr. Kulcsár László, a Városszépítő Egyesület elnöke nyitotta meg május 8-án. 2000-ben a városá avatást követő évtizedekből származó anyagát mutatta be a nagy közönségnek Polgár Zsolt. A május 8-án megnyitott tárlat legfőbb érdekessége az, hogy az 1890-től 1950-ig terjedő időszakot öleli át tematikus csoportosításban. A városunk múltja iránt erős érdeklődést mutató fiatalember szenvedélyes és kitartó gyűjtő munkájának eredményeként most olyan dokumentumok kerülnek a nyilvánosság elé, melyek nem kerülhetnek be a tankönyvekbe, mégis a szó legszorosabb értelmében a történelmet hordozzák magukban, hangsúlyozta ajánlója elején dr. Kulcsár László. Nem nemzetek sorsát eldöntő politikai eseményeket, hanem lakóhelyünk mindennapi életét, gazdasági, kulturális és vallási eseményeit mutatják be a kiállított tárgyak, melyek egyikét másikát bizony már nem volt könnyű megtalálni.
Nehezebb, mert elég sok minden áldozatul esett még a papírgyűjtési akcióknak, tehát ezek papírdokumentumok, és ezeket nagyrészt elvitték a mételekre. Így most elég ritkán lehet hozzájutni szép légi anyaghoz. A tablókon végignézve a múlt századi Sárvár élete elevenedik meg. Talán a legérdekesebb, leglátványosabb azok a képeslapok, tehát azok a leglátványosabbak. A legértékesebb része talán, ami legelején látható, négy könyv, tehát azok elég ritkák, sajnos. Élmény ez a kiállítás azok számára, akik Polgár Zsolt gyűjteményének segítségével idézik fel a letűnt időket, de azoknak is, akik csak hírből ismerik azokat a ma már történelmi emlékeket, melyek néhány évtizeddel ezelőtt még a mindennapok részei voltak. A Sárvári Gárdonyi Géza általános iskola 8. osztályos diákjai április 27-én Ausztriában kirándultak. Az 1996-ban elindított honismereti program keretében arába forrást keresték fel. Az ismerd meg házadat, hazádat nevet is viselő program célja, hogy a tanulók szűkebb és tágabb környezetük történelmi, művészettörténeti, irodalmi és természeti értékeit felfedezzék és megismerjék. A felső tagozatos diákok a program keretén belül már bejárták Vas megyét, majd a Nyugat-Dunántúlt, az idén tavasszal pedig a régióból kilépve külföldön ismerkedtek a magyar vonatkutású nevezetességekkel. Kicsengettek az utolsó osztályfőnöki óráról, és felcsendült a korábban már oly sokszor hallott, ismerős dallam, Ballag már a véndiák. Sárváron, a Barabás György műszaki szakközépiskolában összesen 6 végzős osztály öreg diákjai búcsúztak tanáraitól, társaitól és az alma matertől. A ballagáson, amelyet május 10-én pénteken délután rendeztek, az érettségi vizsga előtt állókat dr. Dénes Tibor polgármester és Kovács Ferenc országgyűlési képviselő is köszöntötte. A Tinódi Sebestyén gimnázium idegenforgalmi és vendéglátóipari szakközépiskolában a 4 végzős osztály tanulói szombaton búcsúztak iskolájuktól. A megható és ünnepélyes események után hétfőtől kemény munka vár a végzősökre. Először magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából tesznek írásbeli érettségi vizsgát. Júniusban pedig szóban is számot adnak tudásokról. Kedves nézőink, hallgassák meg programajánlónkat! Május 12-én 17 órai kezdettel hangversenyt ad a Sárvári Fesztivál és Koncert fúvó zenekar a Zene Pavilonban. Az elmúlt hetekben több bejelentést is kapott a gyepmester. Sárvár utcáin gazdátlan ebek kóborolnak. A jelenség sajnos nem egyedülálló. Az ország számos települése küszködik hasonló gondokkal. Az utcákon gyakran találkozhatunk kóborló kutyákkal, amelyek nagy része nem nevezhető kóbornak, gazdátlannak, hiszen valakihez tartoznak. Legtöbbször azonban a gazda felelőtlenségének következtében el tudnak szökni a négylábú kedvencek, és átmenetileg az utca lesz az otthonuk. Kóborkutyának azt tudjuk mondani, aki valamiért gazdái elköltöztek, meghaltak, és valahogy úgy került az utcára, hogy ez egy örökös, végleges folyamat. Nagyon kevés az ilyen kutya. Sárváron szétnézünk, a befogott, megfogott kutyáknak a legnagyobb része mind gazdás kutya, ami valamiért alkalomszerűen kikerült az utcára. A gazdátlan ebeket az emberek többsége elkerüli, és a jobb félni, mint megijedni elvet vallja. A szakember szerint is helyesebb, nem közelebbi kapcsolatba kerülni az ismeretlen kutyákkal, még akkor sem, ha ezek a szerencsétlen jószágok a számukra idegen környezetben a legritkább esetben válnak agresszívvá, támadóvá. Ha a kutya mégis emberre támad, akkor azt általában félelmében teszi, amelyet kiválthat akár egy neki nem tetsző mozdulat vagy hangos szó is. De az agresszió függ a négylábú fajtájától, vérmérsékletétől is. Általában kisebb testű kutyák inkább menekülőre szokták fogni, magabiztosabb, nagyobb, elsősorban őrzővédő kutyák, és itt ne tegyünk meg különböztetést, és ne mondjunk olyat, hogy a
a Pitbull, meg a Stafford és egyebek, végül is ugye a Pitbull mint ilyen nem igazából létezik, tehát ezt csak ráfogják egy-egy fajtára. A Staffordot ki szokták kiáltani őrületesen veszélyes kutyának, nem igaz egyébként, mert az ember szemben nem szokott a Stafford támadó magatartást mutatni, hogy nagyon ritkán, inkább a többi kutyára veszélyes. A kutyák testbeszéde, metakommunikációs jelzései egyértelműen elárulják szándékaikat. Ha az ebb vicsorog, morog, akkor vélhetően támadni készül. Ha valaki nem szakember az abban, hogy hogy kell egy kutyát meghátráltatni, visszakényszeríteni, akkor ne is kísérletezzen vele. Most ugyanakkor bármiféle látványos mozgáselem, például a futás, az arra készteti a kutyát, hogy támadjon. Tehát a nyugodt magatartás ilyenkor, a nyugodt angolos távozás az egyetlen módszer. Ha valaki közterületen gazdátlan kutyával találkozik, akkor jár el a leghelyesebben, ha jelenti az önkormányzatnak. Ha a közterület felügyelet munkatársai be tudták azonosítani az ebet, akkor vagy hazaterelik, vagy értesítik a gazdáját. Ellenkező esetben a gyepmester fogja be és szállítja el. Az a személy, aki a felügyelete alatt álló kutyát település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetve kóborolni hagyja, az az állattartásról szóló önkormányzati rendelet értelmében maximum 10.000 forint pénzbírsággal sújtható. A Cerdömölki székhelyű gyepmester minden kedden járja Sárvárt, de bejelentés esetén más napokon is befogja a kóborló négylábúakat. Ez jelenti a szedalálást, tehát szedalinnal élelemre tenni, és hát a végső esetben viszont az altatást kell használnunk. Nyilván ez vad, illetve olyan kutyánál, ami nem jön az emberhez, oda már elvadult. A kutyák utána kikerülnek a telephelyre, és 14 napos megfigyelés követi a befogás utáni időtartamot, ami egy karantént jelent, ugyanis a veszettség veszélye fennállhat, és 14 nap után kerülhet új gazdához, illetve amennyiben gazdá jelentkezik, a veszettségi oltás igazolásával kiváltható a kutya. Simmer Győző szívvel, lélekkel, teljes odaadással végzi munkáját, szeretettel gondozza a kutyákat. Munkája pedig folyamatosan van, hála a gondatlan, felelőtlen gazdiknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak megfelelően gondoskodni kedvenceikről. A befogott ebeket minden esetben állatorvos is megvizsgálja. A legtöbb, hála Istennek, jó egészségnek örvend, de természetesen azért rendszeresen találunk köztük betegeket. Elsősorban olyanokat, amelyekben külső élősködők vannak. Ezeket Győző, tehát a Simmer úr, a gyepmester maga is lekezeli. Ezen kívül az sem túl ritka, amikor valamilyen vírust hurcolnak be. Ilyenkor már nehezebb a feladatunk, mert ha fogékony, pláne ha fiatal kutya van benn, akkor az megkapja, és azért az évek során néhányszor előfordult, hogy egy-egy fertőzés, ilyen jellegű fertőzés végig szaladt a bentartott kutyákon. Hát ezeket akkor megpróbáltuk megmenteni és meggyógyítani, legtöbbször ez sikerült is. Az állattelepen töltött átlagosan 2 hét alatt a törődésnek köszönhetően a kutyusok mentálisan, pszichésen kivirulnak, rendbe jönnek. Először is annak köszönhető, hogy a kutya, mint tudjuk, a vadőseivel együtt egy nagyon erős társas kapcsolatban élő állat. A kutyának szüksége van arra, hogy gazdája legyen. És bármilyen furcsán hangzik, és bármilyen avantgardnak is a kijelentésem, egy kutyával nagyobb rosszat tesz valaki, ha kivágja a kocsiából, mintha saját maga fejszével agyonveri. Ezzel természetesen senkit nem erre akarok bíztatni, ezt erősen aláhúzva hangsúlyoznám. Az állatok is érezni, szenvedni és örülni képes lények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége. Ha magunkhoz vesszük őket, életük végéig gondoskodni is kell róluk. Csak ennek ismeretében tartsunk állatot. A három
Paula Fuma testvér, Viktor, Alfred és Gabriel 1930-ban alapította a céget. Tunéziai, Egyesült Államokbeli hongkongi leányvállalatok létesítése után 1992-ben alakult a La Fuma Hungária, a gyártásra szakosodott magyar leányvállalat. Túra és sí kabátok, nadrágok, hátizsákok készülnek Gore-Tex lélegzőanyagból, amely tartja a testhőmérsékletet és véd az időjárás viszontagságaitól. 2000-ben 800 millió frankos forgalom, az új évezredben páratlan táblatok a La Fuma csoport előtt. Ezer oldalnyi információ. 100 000 ügyfél. 7 milliós példányszám. Ez a kisokos sikerének alapja. Kisokos. Magyarország első számú információs és reklámkiadványa. Sárváron a Dózsa György út 15 szám alatt a régi helyen megújult formában ingyenes parkolási lehetőséggel, nagyszabású akciókkal, udvarias kiszolgálással várja Önt a Manna Diszkont és C+C áruház. A tágasabb, áttekinthetőbb belső tér az eddiginél is szélesebb élelmiszer és vegyi áru választékot kínál. Aki sokat vásárol, kevesebbet fizet, ezért érdemes figyelni gyűjtőárainkat. Nagyobb mennyiségű áru rendeléseiket a 95-320-170-es telefonszámon is leadhatják, az árut pedig ingyenesen házhoz szállítjuk. Szeretném, ha a vásárlóink hozzánk betérve és tőlünk kilépve ezt fogalmaznák meg. A Manna egyszerűen olcsó. Vásároljanak Önök is a Manna Élelmiszerdiszkont és C+C áruházban, ahol hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 12 óráig várjuk kedves vásárlóinkat. Íme április 29-től május 25-ig tartó akciós ajánlatunk. Balaton mártott ostya 3 ízben 39 forint. Honi száraz tészták 129 forint. Kőbányai sör 99 forint. 1 literes goldpak étolaj 242 forint. Karcagi bérizs 142 forint. Másfél literes lamba citromlé 149 forint. 400 g-os darling kutya eleder 3 ízesítéssel 109 forint. Green Power Persil Gel 99 forint. Ariel mosópor 4,5 kg-os 3 illatban 2399 forint. Ceva Plus 4 tekercses toalettpapír 225 forint. Kedves nézőink, mai sporthíreink között képes tudósítást láthatnak az esett céllabdarúgóinak és a Kinizsi kézilabdás lányainak bajnoki mérkőzéséről, továbbá beszámolunk a városi sportnak történéseiről. Kezdjük tekével. Hazai pályán győztek a sárvári kékgolyó hölgy versenyzői a megyei első osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában. Sárvári Kinizsi kékgolyó, Horváth TK 4-2. Legjobb dobónk Szőlősi Tímia volt. Labdarúgás. A körzeti labdarúgó bajnokság Sárvár csoportjában jól játszott, és idegenben magabiztos győzelmet aratott a Rába Sömjén. Nemes Keresztúron már az első játékrész végén 4-0-ra vezettek a sömjéniek, és ez lett a találkozó végeredménye is. A sömjéni gólok közül 3-at Sulyok, 1-et Német lőtt. Kötelező győzelem helyett nem várt vereség. A Sárvár FC az elmúlt hétvégén a döntetlen specialista Balatonfüredet fogadta. Az addigi második Sárvár FC a tabella sereghajtói közé tartozó Balatonfüred csapatát látta vendégül, a papírforma ennek megfelelően egyértelmű hazai sikert ígért. A mérkőzés ennek jegyében kezdődött, és a sárvári fölény már a 8. percben góllá is érett. Ekkor egy lepattanó labdát Heinzinger lőtt belsővel a jobb alsó sarokba. A vezetés után továbbra is az SFC játszott fölényben, helyzeteket is kidolgozott a zöld-fehér csapat, ám az itzerek szokás szerint rendre kimaradtak.
Az első negyed óra végén aztán váratlanul kiegyenlített a Balatonfüred. Az addig inkább csak a védekezéssel, a játék széttördelésével foglalkozó balatonpartiak egy baloldali ellenakció végén Szalai révén találtak be a kifutásnál bizonytalankodó Antal kapus hálójába. Az első félidő hátralévő perceire inkább a küzdelem, semmint a szép játék volt jellemző. A második játékrészben aztán rákapcsolt a sárvári csapat, ám Marton Robert tréner és játékosai ezúttal nem találták a jól tömörülő és gyors kontrákkal operáló füredi gárda ellenszerét. A félidő derekán Bagó többször is kihagyhatatlannak tűnő helyzetbe került, ám egyszer sem sikerült bevennie németi kapuját. Sőt, a 75. percben egy jobboldali szöglet után Antal kapus újabb hibáját kihasználva a néhány perce csereként vált Mayer a vezetést is megszerezte. Az utolsó negyed órában a Sárvár mindent egy lapra téve támadott, a vendégek pedig hősiesen, olykor önfeláldozóan őrizték egy gólos előnyüket. A mérkőzés végén így a fegyelmezettebb focit játszó balatonfüredi tábor örülhetett jobban, míg a hazai csapat és a több száz főnyi szurkoló lógó orral távozott. Diáksport és még mindig labdarúgás. Az 1993-as, az 1991-es és az 1989-es korosztály közös labdarúgó tornáján a Nike kupán az április 26-i megyei elődöntő magabiztos megnyerése után május 3-án Vépen már a megyei döntőn léptek pályára a Náltas iskolás fiúk. A VP 6-os általános iskolát 17-0-ra, a Körmendi Kölcseit 3-1-re, a Szombathelyi Váci iskolát 2-0-ra győzték le a sárváriak. Ez a három győzelem a május 13-i győri regionális döntőbe való részvételt jelenti Máté Csaba tanítványainak. Május 2-án Vépen az első korcsoportos Diák Olimpia megyei döntőjén Nardai Csaba tanítványai két vereséggel és három győzelemmel a harmadik helyen végeztek. Május 4-én az Ajkán megrendezett Lune kupán mind az első, mind a második korcsoportban veretlenül lettek tornagyőztesek a Nádasdi DS-ek focistái. A Magyar Diáksport Szövetség május 4-én Gödöllőn a Diáksportért kitüntető címet és emléklapot adományozott Máté Csabának, a Nádasdi iskola testnevelő tanárának kiemelkedő oktatói és szervezői tevékenységéért. A kitüntetéshez mi is gratulálunk. És most kézilabda. Két egykori cukorgyári csapat kiesési rangadójára került sor az elmúlt vasárnap a női kézilabda MB2-ben. A Sárvári Kinizsi együttese az Ácsi Kinizsit fogadta. Mivel a Sárvár idegenben a Vasvártól, az Ács pedig odahaza a Körmentől szenvedett vereséget az ezt megelőző fordulóban, így mindkét együttesnek bőven lett volna mit javítania az elmúlt heti összecsapáson. A mérkőzés kihagyott helyzetekkel indult, majd Német Zsófia találata nyitotta a hazai gólok sorát. Az első negyed órában fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a 15. percben egy gólos előnynél emberelőnybe került a Sárvár. A létszám fölény azonban úgy tűnik a hazaiakat zavarta meg jobban, mert ebben a szakaszban még büntetőből sem sikerült betalálniuk Farkas Veronika tanítványainak. Pillanatnyi megingásukat kihasználta az Ács két gólos előnyre tetszert, ám ekkor a hazai csapat taktikát és ritmust váltott. A jól védő Urbán, a rutinos Cirók és a remek napot kifogó Bogát vezérletével előbb egyenlített, majd egyre jobban elhúzott a zöld-fehér csapat. Az első 30 percet már magabiztos, 5 gólos, 16-11-es előnnyel zárták. A második félidőben már végig az történt a pályán, amit a hazaiak akartak. A Sárvári Kinizsi végig vezetve, néha szemre is nagyon tetszetősen játszva, végül 27-23-ra nyerte a mérkőzést, két héten belül immár második hazai győzelmét aratva ezzel. A meccset nézve úgy tetszett, hogy kezd beírni Farkas Veronika és a csapat munkája. Legjobbjaink ezúttal Urbán, Cirok, Bogát, Pintér és Horváth Kinga voltak. Sárváváros önkormányzata, a Városi Sport Egyesületek és a Sportági Szakszövetségek közreműködésével a Magyar Sportnapjához kapcsolódva május 4-én első alkalommal szervezte meg Sárváváros Sportnapját. A reggel 8:30-kor a Sárvár FC sporttelepén dr. Dénes Tibor nyitotta meg a rendezvényt. Városunk polgármestere szólt a szabadidősport jelentőségéről, és az önkormányzat sporttal összefüggő eredményeit és feladatait ismertette a hallgatósággal. A megnyitó után elsőként a sárvári Sotokán Karate SS sportolói formagyakorlatokat és küzdelmet mutattak be. Majd a Kelet Kapuja Taekwondo SS is ízelítőt adott a sporták szépségeiből és keménységéből.
az általuk produkált törésgyakorlatok különösen nagy sikert arattak. Ezt követően 6 helyszínen, 6 sportágban kezdődtek meg a versenyek. A résztvevőkről, a mozgósítottak létszámáról Kis László szervezőt kérdeztük. Szerencsénk volt a sportnappal, azért, mert először is az időjárás kegyelybe fogadott bennünket, ugye ez meghatározó egy sportnapnál, hogy mennyien jönnek el. Másodszor azt szeretném elmondani, hogy elsősorban azok a sportágok tudtak mozgósítani, amelyeknek kialakult versenyrendszere van a városban. Gondolok itt a tekére, azon kívül a kosárlabdára és a petángra. Tehát ők tudtak legjobban mozgósítani. Ilyen formán a rendezvényen, csapatsportágban összesen 56 csapat vett részt, azon kívül majdnem 100 egyéni versenyző. Ha összegezzük, akkor kb. 500-an sportoltak ezen a sportnapon. A Nádasdy iskola tornacsarnoka adott otthont a kézilabda sporták küzdelmeinek. A nőknél 4 csapat közül az Angels volt a legjobb, a veretlen angyalok a Flextronix, az Ikervár és a Szerext együttesét előzték meg. A férfiaknál a Celdömök lett pontveszteség nélkül az első, 2 Tinódis csapatot utasítottak maguk mögé. A Tinódi gimnázium tornacsarnokában zajló kosárlabda mérkőzések során az SOKK formáció vitte el a pálmát a 18 év felettiek mezőnyében. A Szakközép SC a második, a Bumbus Füle a harmadik helyen végzett. A 18 éven aluli fiúknál a Tinódi gimnáziumé lett a kupa, a Celdömök és a hétvégi csalódások állhatott még a dobogóra. A hölgyeknél a Diamonds csillogtatta meg leginkább tudását, ők az Őri Szent Pétert és a polgármesteri hivatal csapatát előzték meg. A vártnál egy kissé kevesebb, összesen 13 csapat nevezett férfi labdarúgásban. A Sárvár FC sporttelepén a májusi melegben a Szibarisz csikarta ki a győzelmet. Szoros meccset vívtak a második helyen végzett fa szállítókkal és a harmadik helyen záró Barabás szakközépiskola legénységével. Csak 2 csapat nevezett a lányok versenyére, itt a Vasi Titánok győzték le a pecöli amazonokat. A Várparkban, Magyarország egyik legszebb petánkpályáján is nagy üzem volt szombaton. 17 páros közül harmadik helyen végzett Kassa Gyula és Barkovics Zoltán 5 győzelemmel, második helyezett Péter Árpád és Péter Árpádné szintén 5 győzelemmel, Süle Miklósné Havasi Józseffel az oldalán 7 győzelmet aratva szerezte meg az első helyet. A Kék Golyó tekepályán a férfiaknál 18 csapat versengett az elsőségért. A harmadik helyen 319 fás teljesítménnyel a Rábapagy végzett, második a Kék Golyó 1-es csapata 323 fával, és a győztes a Budmil TC 341 fával. A nőknél a Kék Golyó 2-es csapata nyert 303 fás teljesítménnyel, második a Kék Golyó 1-es csapata 252 fával, harmadik a Szibarisz BT 231 fával. A Csónakázó tó melletti szabadidőközpont adott otthont a férfi egyéni, férfi páros és női teniszversenynek. A hétfős férfi egyéni versenyben negyedik helyen végzett Simonics Pál Sárvárról, harmadik Gudics Péter Szombathelyről, a második Horváth Árpád Sárvár, az első Pidi Zsolt Celdömökről. A férfi párosok versenyét Gudics Péter Balikó Ferenccel az oldalán nyerte, a szombathelyi páros mögött második helyen végzett a sárvári idős és ifjú Felszegi István duója, harmadik helyen végzett Simonics Pál Vecsei Ernővel az oldalán. A női egyéni versenyt Fülöp Erika nyerte Sárvárról, második Szabó Rita Szombathelyről, harmadik német Hajnalka és Palotai Tünde Celdömökről, az ötödik a sárvári Timár Éva lett. A sportnapnak több célja volt, az egyik célja éppen a hagyományteremtés volt. Akik ott voltak a sportnapon, én úgy láttam, hogy jól érezték magukat, tehát én úgy gondolom, hogy már most el lehet mondani, hogy lesz folytatása. Televíziós sportműsor a hétvégén. A Veszprém Sárvár FC MB2-es labdarúgó mérkőzést vasárnap este 8:30-tól láthatják csatornánkon. Az ismétlés hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik. Megköszönöm munkatársaim nevében is figyelmüket, legközelebb is tartsanak velünk, a viszontlátásra!